Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Icukának, vagyis hát gonosz Icukának fogunk a dimenziójába átmenni. Ahova szükségünk lesz alapból fára, meg ilyen cuccokra, szóval azt gyors meg is fogom építeni még most így a videóban, hogy lássatok, hogy milyen helyzet. Mondjuk pont nem ilyen fára van szükségem, de mindegy. Gyors, nem tudom, hogy mennyi fa kell, de szerintem azért a biztonság kedvéért inkább csinálok gyors magamnak egy fabaltát. Mégis csak gyorsabban tudok úgy végezni, de ügyes vagyok, kidobom a fát, jó. És még egy fa kéne, jó, akkor ezt már egy backcraftolom, nagyszerű. Lecraftunk gyors egy, vagy lerakunk gyors akkor ugye egy izét. Crafting table-t is megcsináljuk a fabaltánkat. Nagyon jó! Gyors akkor ugye, de jó, nem enged fabaltával izélni, fát vágni. Nagyszerű, akkor mindegy, akkor kézzel fogom kivágni, vagy szedjek izét? Nincsen kedvem most követ szedni, szóval akkor gyors kézzel kiütjük a fákat. Nem tudom, hogy mennyi fa kell. Annyit tudok, hogy minden egyes oldalára három darab fablokkot kell valahogy lerakni. Mindjárt nagyjából megmutatom nektek, hogy ez hogy kell. Ide, így, 1, 2, 3. Egy, és oda is majd három, és még így a sarkokba is kell, de mondjuk a sarkokba nem muszáj szerintem rakni, mert úgyis összeér. Meglészünk ezzel, higgyétek el gyorsan, és akkor megyünk is át, és megnézzük, hogy milyen gonosz Icukának a dimenziója. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz PvP-mentes, szóval a harc az több, mint valószínű lesz, de nem probléma, mi le fogjuk hogy győzni. Cuccokat nem gyűjtök, majd remélhetőleg ott majd csak lesz valami cucc, egy fegyvertlen embert csak nem fog kihívás elé állítani kedves Icukánk. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, és ugye majd ezt majd meg kéne tömnünk, vagyis telítenünk vízzel, ha minden igaz. Srácok, amúgy meglett, hogy a 10.000 feliratkozó, azt hiszem, hogy ezt már megköszöntöm az egyik videómban, de amúgy még egyszer megköszönöm, hogy nagyon-nagyon királyok vagytok, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert ez rettentő nagy szám, hogy egy kis csatornámon 10.000 feliratkozó meglett. Live-ok, meg streamek, meg ilyenek minden hamarosan majd lesz, de ez még nem most lesz sajnos. Már megrendeltem a processzort, amit ugye ígértem, hogy meg lesz, és akkor majd fogok többet streamelni. Viszont az még nem jött meg, egy hét alatt nem jött ki, sajnos, szóval az még valószínűleg egy kicsikét odébb van, de megpróbálom majd nektek bepótolni, és majd hamarosan rengeteg livestream lesz lehetőleg. Az is lehet, hogy egy külön YouTube csatornát fogok csinálni, ahova majd mennek majd ugye a napi livestreamek, és ugye közben még a Twitch-en is streamelek majd egyszerre. Majd ez ki fog derülni, még nem tudom, majd meglátjuk, viszont most elvileg ugye itt végtelen vízünk van, így is van. Jó, végtelen vízünk van, jó, megvan a izénk, jó, biztos a kedvére, hogy viszek magammal kettő vödör vizet, nem tudom, hogy lesz-e valami előnyöm vele, vagy bármilyen hátányom, majd meglátjuk, de viszont srácok, akkor induljunk is szerintem el, be is ugrunk szépen, és akkor számoljunk vissza, dobjatok most egy lájkot, hogyha esetleg szeretnétek, hogy biztonságban túléljük ezt a kalandot, mert biztosan nem lesz egyszerű. Na, 3, 2, 1 és go! De tipizöttünk, jó, oké, hol vagyunk, úristen, hova kerültünk? Milyen brutális izé, tényleg bevált ez a kapu, nagyon úgy néz ki. És srácok, nem vágott videó, amint látjátok, tehát ezek a videóim általában nem szoktak megvágva lenni, szóval. És, ja igen, igen, ezt akartam mondani, és amúgy itt a chestben tele vagyunk cuccokkal, úgy tűnik, szóval, ott van Icuka. Ott van Icuka egy ilyen nagy tűz közepén, várjál, nagyon úgy tűnik, hogy tényleg gonosz. Gyors kiveszem a, itt egy TNT, úristen, azért, mondjuk van egy ötletem, na várjatok. Na várjatok, én ezt a TNT-t itt kiszedem, aztán izé. Meg jól fog jönni, ugye pont van így egy redstone fákjánk. Talán, ó, és tele van egy csomó TNT-t, halljátok? Ez tök jó fegyver lesz, viszont nincsen fejesünk, meg nincsen kardunk se. Ezt most így hogy kell nekem kiállnom így ellene, hogyha nincsen se izém, se íjam, se kardom, se fej... Hello, ja, hogy ott is vannak chestek. Ja, hogy ott is vannak chestek, okés. Ezek üresek. Nincs, vagyis kettő üres chest volt itt. Jó, mindegy. Akkor van egy kardom, meg van egy izém. Jó, jó, legalább egy alapcucunk megvan. Hello, kedves Icuka. Na várjál. Begyújtom a TNT-ket, mert ez nekem nagyon fontos lesz. Szia. A képernyőre szeret írni. Hello, Icuka, nyugodtan mondjad a dolgaidat, én addig felkészülök így a dolgokra. Mizu is. Lehet, hogy nem is lesz gonosz. Semmi, kedves Icuka 2, azaz gonosz Icuka. Dehogy nem, elszomorítasz. De akkor nagyszerű, akkor jó, akkor begyűjtöm. Mit kell? Jó, felveszem, álnod. De jó, hát jól kezdődik. A próbát? Mit kell kiállnom, mondjad?
Nincs több TNT, ahogy látom, szóval mennyi TNT van veletek? 6. A haverjaimmal. Mi? Ja, jó, ki kell állnom a próbát a haverjaiddal? Jó, rendben van, én kiállok bármilyen próbát. Na mutasd! Milyen próbát kell kiállnom, Icuka? Mutasd szé... Úristen. Aha, hát ezek átlagos zombik, ezekkel annyira nem kell. Ú, mondjuk a tüzes zombitól félni kéne, mert... Jó, mondjuk annyira nem kell. Jó, rettentő sok zombia van, azt látom. Eléggé gonosz haverjaid vannak, kedves Icuka. Milyen kardunk van? Élesség 2-es. Ó, de jó. Legalább valami erősebb kardunk lehetett volna, de nem probléma. Jó. Oké, okay, nagyon hangosak ezek a mobok, srácok, majd mindjárt lejjebb veszem szerintem a hangerőt. Mit dob nekem? Ó, kaptam erőt, köszi szépen. Jó, ezek így együttérzések, nagyon jó. Mindjárt lejjebb veszem a hangerőt, srácok, tudom, hogy nagyon hangos lesz valószínű. De remélem, hogy azért még így lehet hallani. Na várjatok, egy kicsikét hátrébb futok. Jó, oké, okay, várjatok, zene és hangok. Jó, kicsikét lejjebb veszem, 300-ékre tökéletes. Jó, szia Icuka, szia. Úristen, mennyien vannak, rengetegen vannak, srácok. Na várjatok, teszteljük. Hello, sziasztok, sziasztok. Bum! Robbanj! Ró! Oké, oké, nagyon nagy, nagyon sokat megöltem. Jó, gyere, még egyszer, gyertek, várjatok, ide ki kéne csalni őket a nyílt terepre. Jó, még több, ne, várjatok, várjatok, oké, ott a TNT, várjatok. Ááá! Jó, azt robbantsuk fel! TNT, 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 halljatok meg! Jó, oké, rettöntősök meghalt, jó, még egy, sziasztok! Hello, oké, így, gyorsan. Jó, páran meghaltak, oké, már nincsenek nagyon sokan. Ezek egy gyors karddal le nyírbáljuk, királyság. Jó, de jó, még skeletonok is vannak. Jó, ezek már viszont tényleg, oké, ezek ilyen nagyon együttéses mobok szerencsére. Ezeket gyorsan akkor így levadászuk, még mondjuk ezek is rettentő sokan vannak. Kíváncsi, hogy vajon Icukátom, hogy hogy kéne legyőznünk, hogy ellenem mit kéne majd csinálnunk. És elfőtt, hogy látom az erőnk, és így eléggé nehéz lesz mondjuk. Még több skeleton, miért van ennyi skeleton, srácok? Rettentő sok izé lesz itt, rettentő sok harc lesz így. Úristen, kezd már kiszeledni is a torkam közben. Még annyira szerencsém, hogy mondjuk a skeletonok ugye egymást is lövik. Szerencsére, szóval az így kicsikét besegítenek közben. Ó, de jó, még zombik is vannak. Ja, csak egy darab zombi volt, jó, az annyira nem nagy gond. Így, kettő ütés, úristen, belevillámozott a saját mobjaiba. Hát, szép munka, Icuka, köszönöm szépen. Jó, oké, ezekkel is meg vagyunk. Nagyon, ó, pókok, hát persze, pók haverja is vannak kedves Icukánknak. Jó, ezek így legalább együttésesek, jó. Jó, ezek szép lassan így akkor kihullanak, királyság, jó, még több, hát persze, hogy még több. Jó, beveszünk közben azért egy ópiamat, na várjatok, még egy TNT-t így le kéne dobnunk, okés. Okés, itt kéne őket tartani így a közelében. Jó, oké, oké, a nagy része meghalt, viszont még mindig nagyon sokan vannak. Jó, ezeket gyorsan, ezeket már tényleg gyorsan le fogjuk tudni nyírbálni. Gyertek, gyertek pókok, jó, nektek végek, ha-ha-ha. Na mondjad, na mi van Icuka, na mi van, erre nem számítottál? Hú, ez komoly, nem, na, nem is, na, hú, ez kimerítő csata volt, srácok, nem is olyan rossz, na, de mi van, de rossz, nagyon elhitted, hírem, de rossz hírem van, na, mondjad, mi az a rossz hír, én kiállok bármilyen próbát, Icuka, akármi is legyen, akár órákon keresztül is itt tudok harcolni, hogyha kell, gyere, na, jövök, na mondjad, mit szeretnél, igen? Igen, itt egy ilyen izé. Állj! Na, mondjad! Állj ide! Ide állok, tessék, tessék! Mutasd, mutasd, mit akarsz! Na, mutasd, mit akarsz! Figyeld! Na, mit figyeljek? Figyeld a... legjobb... Igen, barátomat. Hoppá! Megfogom... Igen, idézni. Hát ez eléggé... érdekes lesz. Jól van, idézd, mondjad, mutasd, igen, 3, 2, igen, 1, mondjuk nem lenne rossz ötlet, lehet TNT-vel addig körbe rakni, hogy most. Ne, Icuka, te retardáltal szövetkezel? Nem hiszem el, ha, ne, nem már, de jó, mondjuk retardált annyira, mondjuk kicsit okosabb barátodra számítottam, de mindegy. 3, 4, 5, 8, oké, valami random kódot kiírt. Hello, hello retardált, most ellent kell megküzdenem? Hallod? Retardált, igen? Jó, ez biztos, hogy nála az igent jelent. Most, igen, oké, remek. Jó, hát én megküzdök ellen, hogyha annyira kell, de retardált, én nem tudom. Én azt hittem, hogy te attól, mert hogy retardált vagy, attól még kicsikét kedves vagy. De úgy tűnik, hogy tévedtem, mint általában az eléggé sokszor. Na mi lesz?
Na mi lesz? Gine-dnai, most fogunk küzd sok siker, easy. Oké, rendben van. Srácok, ez azt írta, hogy easy. Hát akkor, kedves retardát, akkor sajnálom, de hát nem fogom én ezt annyira neked hagyni. Gyere retardát, nézd, TNT villog! Jaj, de! Kiütötte! TNT, látod? TNT villog! Látod? Várjál! Ne! Ne már! Jó, oké. Látod, villog, állj bele, úgy van, ügyes, ügyes, ügyes kis retardát. Várjál, még egy, látod, villog. Meghalsz. Hát nem azért mondom, de nem lesz túl nehéz dolgom. Kiégek. Jó, van egy jó ötletem. Várjál, retardát, várjál. Idő, pauz, várjál. Idő, látod, nézd, még több. Hagyjál már, icuka, most ez a nagyok dolga. Jó, srácok, elfolyott legalább a TNT-nk, azt legalább teljesen ki tudtuk használni. Hát nem azért mondom, de jó, oké, elkezdett tőjöpézni. Retardát nagyon úgy tűnik, azért mondjuk ő eléggé. Mit csinál? Retardát mögötted! Istenem, Icuka, tényleg ő a legerősebb fegyvered? Nem azért mondom, de... Kiégek. Icuka, hagyjál már, na. Na, retardált, figyelj, hogyha befejezd, akkor kapsz egy csoki sütit majd. Istenem, retardált, annyira aranyos. És közben itt Icuka ütöget engem kézzel. Hát nem tudom, kedves Icuka is, vagy gonosz Icuka is retardált, de... Ó, mondjuk most egy kicsikét így belehúzott. Kicsikét már jobban tolja, kedves. De most komolyan belelöktél. Icuka, ez nem ér. Na, azért jó, lejött izé retardált is. Jó, hát akkor retardált. Nekem így is jó. Nekem így is jó, hogyha így be tudlak téged izélni. Mennyire van elkopva? Hú, mondjuk még nem nagyon van elkopva a szettünk. Nem baj. Nagyjából szerintem most már azért be tudjuk őt vinni egy kombóba. Abba reménykedtek. Icuka, te ebben nem vagy benne. Icuka, te várd meg a saját sorodat, majd téged is el foglak szépen intézni, hogyha retardáltan meg küzdöttünk. Ó, ki lettem tépéződve. Na, király. Jó, oké, folytassuk. Gyere, retard. Gyere, Mr. Retard. Gyere gyorsan. Oké, és jó. Gyere. Jól van, srácok, ezt ízű, meg fogjuk nyerni. Megint elkezdte a földet ütözgetni, meg össze-vissza menni. Mondjuk lehet, hogy ilyenkor menekül, vagy nem tudom, hogy mit csinál. Na, retardát, nem menekülj! Ki kell állnod ellenem! Retardát, jó, oké, van még egy TNT-m. Retardát, nézd! Retardát, látod? Szép! Gyere már! Retard! Aj, lekéstél róla. Rossz retardált vagy! Nagyon-nagyon csúnya és rossz retardált vagy! Ne! Meg fog halni, úristen! Jó, bevírtam szedni. Ó, majdnem, és adja neki az erőt, hát kiégek. Icuka, te mennyire gonosz vagy, hallod, hogy így segíted, mindjárt meghalok, úristen, srácok, mennyire erős lett így hirtelen retardált, halljátok! Na, tök jó lenne, hogyha már végre meghalnál, és adhatnék neked egy jó kis csoki sütit a fejedbe. Jó, végre meghalt, srácok, édes Istenem. Jó, nagy nehezen legyőztük, na most mi van, Icuka? Na most mi van, ennyi volt? Ennyi volt az összes fegyvered? Szép. Na, királyság, mikor tudok végre téged megütni és végre elintézni? Volt. Nagyszerű, végre feladod a harcot, vagy valami? Soha. Értem, akkor most ilyenkor, hogy mi van? Most így, értem, most így megöltek minden egyes barátodat, és most itt állsz így előttem a dimenziódba. Ennyi. Ennyi volt? Megölted. Értem. És most így nem akarod feladni? Vagy valami? Megölted a... Igen. Megölted a haverom. Aha, de... De, mi lesz? Feladom. Oké, értem. Hát akkor most így, mit tudom én, nem tudlak valahogy így, ne ütöges. Ó, megbírom ütni. Akkor, hogyha feladja, akkor izi, akkor megbírom ütni. Király, megöljük, srácok, akkor, ó, elmenekül. Icuka, úgysem menekülhetsz el. Állj meg szépen, állj meg, de most komolyan most üldöznek kell téged a végtelenségig? Hallod? Te, tudom, hogy gonosz vagy, tudom, hogy rossz vagy, de most már ez tényleg muszáj lesz. Elintézzünk, gyere már vissza, Icuka. Icuka, állj meg! Kiégek, halljátok, meddig akar... Oké, hello, szia! Nem bírom megütni még mindig. Nem bírom, mi van? Most, de megbírom ütni. Oké, hello, ennyi volt. Jó, oké, elintéztük, srácok, hát... Kicsikét nehézebb harcra számítottam mondjuk Icuka ellen. Viszont a szolgái, vagyis az alattvalói, vagy nem tudom mik, elég erősek voltak, hát retardát belekerült ebbe a küzdelembe. Remélem, hogy valószínűleg még vele még találkozunk, ő nem halt meg végleg. Na srácok, gondoljuk, hát legalább végre legyőztük. Nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy itt tartottok velem ebben a videóban. Hogy tetszett, akkor ugye csapostok egy lájkot, iratkoztok fel a csatornámra, és 2 perc múlva kezdődik a nagy csatornám és a premier, legyetek ott. Én Dani voltam, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!